előadásunk. Cosplay kiegészítők, az ötlettől a megvalósulásig. Előadók pedig Aiter cosplay és Damo cosplay. Fogadjátok őket sok szeretettel. Tárgyakat, ezeket gyorsan fel kellett pakolnunk. Az előadás lényege, hogy hogyan is álljunk neki egy általunk kitalált cosplay megvalósításának, vagy az ötlet megszületésétől addig, amíg a kész cosplayünk meg is lesz. Mintának hoztam az éppen aktuálisan készülő cosplayernek a képét. Ez Shiroe Log Horizonból. Ki ismeri esetleg az animét? Sokan. Jó, a fiatalember, igen. Tehát Shiroe cosplaye, és konkrétan a kiegészítői. A bot, a táska, a díszek, és egyéb apróságok a cosplayen. Elsőnek a varázslobotját rajzoltam meg neki, és igyekeztem anime alapján magasságához viszonyítva méretarányokat fölírni rá, centibe, milliméterbe, amit éppen eszembe jut, tehát nem szabályos műszaki rajz lett a dologból, ezért meg is ölne a tanárom konkrétan, hogy milyen nyilakat rajzoltál, fiam, és hol vannak a méret számok. Akkor lényegében te a karakter magasságából próbáltak kiszámolni egy igen, bot magasságot. A karakter magasságából és a hozzá viszonyított bot magasságból a saját test magasságomra arányítottam a botnak a méreteit. Tehát, hogy próbáltam karakterhű méretben csinálni, de háromszor nagyobb legyen, mint én. Igen, mert néha ez a probléma az egy az egyes arányokkal, hogy a karakter mondjuk 1,90 magas, te vagy 1,70, így a botja elég hülyén néz neki érzetbe. Ez például lányoknál pedig lehet még gázosabb, mondjuk a klamp karakterek ilyen kétméteresek, nyulánkak, az anime is manga stílusban magasak, és egy 160-as magasságú hölgy nem tud egy olyan karaktert megvalósítani. Vagy például egy avatar a filmből, tehát ők is nyulánkak, vékonyak, elég nehéz cosplayezni, arányítani kell. Ugye, ha megvan a rajz, és megvannak a méreteid, körülbelül tudod, hogy mennyi hely kell, hogy ezt meg is valósítsd, el kell gondolkoznod, hogy oké, itt van, de én ezt miből fogom megcsinálni? Miből lesz könnyű megcsinálnom, mihez férek hozzá, mire van pénzem. Itt az anyagokat mi alapján választottad ki? Elsősorban megmunkálhatóság szerint próbáltam a lehető legegyszerűbb dolgot kitalálni. Ugye adná magát, hogy ugye az animében ez az egész bot fából van. Faragjuk ki fából. Igen ám, de a fejét, és ugye ezt a láncsa részt azért kifaragni otthon, kézzel, nagyon sokáig tartana. Egy esztergagéppel rendben, szépen meg lehet csinálni, de kitartottan egy esztergagépet. Én például nem. Nincs műhelyem, nincs egy faipari végzettségem hozzá. Még egy lakásban elég hangos lenne egy ilyen gép. Az meg másik fele, hogy egy panellakásban vagy egy társasházi lakásban ezt így nem tudod berakni. Tehát akkor kompromisszumot kell kötni, mi az, ami elhagyható belőle, vagy más anyagból megoldható. Ezért szoktam, hogy akkor több anyaggal dolgozni, és valahogy összekötöm őket. Léptetek egyet a képen. Elkezdtem először, hogy a fejét a staffnak. Ez konkrétan az általam kedvelt és sokat használt XPS lábazati szigetelőből készült. A lehető legvastagabbból és a legerősebbből. Tehát ez az, amiben halál csiszolni körülbelül, ha nem gépen csinálod. A kék, a világos kék, igen. Lerajzoltam ugye kézzel már a megfelelő méretben a botnak a fejét, ugye a kis rajz alapján. És utána egyszerűen filcrollal rárajzoltam az XPS-re, szépen kis fűrészsel ki lehet vágni, ez a technika órás lombfűrész, bár akár tapétavágókés is, tehát nem egy nagy eszközigényű dolog, ez elég olcsón meg lehet oldani. Szépen kivágtam, és utána az íveket is csiszolni kellett, hogy eldolgozzam, mert ugye az XPS alapból ilyen bordázott felületű anyag, le kellett csiszolni simára, lehetőleg simára. Ez látszik a képen. Ez valaki valami kampónak vagy szovjet jelnek nézte, amikor először felraktam Facebook csoportba. Eléggé meg is sértődtem rá. Itt egy következő kép, ugye a szurony, a láncsa rész is szintén ebből az anyagból lett megcsinálva, az XPS-ből. Ez már nehezebb volt, ugye egy hengeres dolgot kellett megcsinálni. Hát hosszába vágtam le az anyagot, 10 centiszer, és szépen lefaragtam konkrétan, lecsiszolgattam akkorára. Viszont a
Cell az volt benne, hogy belül üregesre terveztem, hogy át tudjam küldeni rajta majd a botot magát, hogy tartsa az anyagot egy helyben. Itt a fejrész a festés fázisában. A festés előtt. Festés előtt faragasztó, igen, faragasztó. Ez a kép valahogy nem került elő, nem tudom. Festés előtt faragasztóval háromszor átkentem, és csiszoltam, hogy még simább legyen, és ellenállóbb. Tehát így nem nagyon tudom most betörni, már pedig próbáltam terhelni, mikor kész lett, hogy akkor próbáljuk ki, hogy mennyit bír a dolog. Elég jó bírja. Ragasztásnál miket használtál inkább, ragasztóanyagok? Mármint ugye összeragasztom a részeket? Úgy átlagban, hogy egymáshoz. Ragasztópisztoly és univerzális erős ragasztó. Ez a kettő, ez így megfogja. Tehát a ragasztópisztoly arra kellett, hogy ahol az erős ragasztó bántaná az anyagot, ott az XPS résznél, oda a faragasztó után a ragasztópisztolyt, az erős ragasztót pedig oda a fánál, mert ugye a fát az nem fogja megenni. Igen, az univerzális ragasztó ugyebár oldószeres, és megmarja. Igen, 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 az nagyon tudja bántani. Ugye látszik, hogy a szurony úgy készült, hogy két darabból készült, mert úgy tudtam kivágni, és a kettő között egyszerű fogittel gitteltem ki a rést, a hibát, és hagytam egy napig száradni. Az a kis barnás rész rajta, az a fogitt, ami az ablak üveget tartja benne a helyén konkrétan. Igen, szokták használni a stukkót is, hogyha igen, a stukkoragasztónak az lett volna a baj, hogy nehezebb az anyaga, és akkor a súly nem jó benne. Ebből is lehet, hogy könnyebben elpattanna ebbe az esetbe. És ez így tökéletesen megkötött rá. Látszik több lépésben, hogy készült a bot, mindig vannak képek róla. Háromszor kellett átfestenem, hogy repedés és egyenletes szint, de repedésmentességet és egyenletes szint érjek el rajta. Majd két léteg rakkozás védőrak akrillakkal, hogy megfogja. Mik ezek a díszek? Ez PVC? Nem. Azok Eva foam gyűrűk rajta. Eva? A bot maga, ez egy ilyen karnisfa a la IKEA, mert az IKEA-ban minden jót lehet találni, és elég olcsón. Igen, igen, párod vigyorok, mert ő tudja, akkor vettük, amikor ott volt. Tehát egyszerű fenyőfarúd. Kicsit megvágva, kicsit az eleje visszacsiszolva, hogy beleférjen rendesen az XPS szuronyba. És erre ragasztottam rá a gyűrűket, ugye, mint a karakternek is van. Ez is ragasztópisztoly, vagy ez már kontakt? Nem, ez erős ragasztó. Ez erős ragasztóval készült már. A botot nem kentem le túl sokszor a festékkel, hogy megmaradjon a fa erezete és a fa mintázata. Szerintem elég jól is sikerült, még egy kicsit törölgettem is belőle néhol, hogy egyenletessé váljon. Van egy következő kép, ez ugye Shiro-nak a ruháján lévő, nem is tudom minek nevezzem, dísz vagy kitűző. Ez sokkal hamarabb elkészült, kb. 2 óra volt az egész. Ez nem volt egy nagy cucc. Egyszerűen méretarányosan le kellett rajzolnom hozzá, ugyanúgy a milliméterrel, milliméter papír mellé téve a képet, amit kinyomtattam, vagy a tolómérővel méricskélve. És ez habosított PVC. Ugye ezt már kérdezted, hogy PVC. Ez habosított PVC, ez is csiszolva, faragasztózva, megint csiszolva, lekenve és utána festve. Hogy valami műanyag hatást tehetse, tehát ne látszódjon rajta, hogy ez annyira abból van. Na, ez izgalmasabb, ennek talán szebb a rajza. Ez a Dazaneg mágikus táska, ami ugye az animében feneketlennek minősült. Most ez konkrétan szintén ugyanúgy egy képről méricskéztem. Tehát ez leteszed a notebookot, rárajzolod, és utána méricskézzel a milliméterrel, hogy mekkorák az arányok. Látszik az alján, hogy a számítgatásokat végeztem, hogy megcsináljam dekorgumiból, műbőrből. Fú, az mennyibe fog kerülni körülbelül. És jellemezgettem, hogy mi fér bele az én költségvetésembe. Végül mind a kettő lett, tehát műbőr és dekorgumi rátét, hogy a színek különbözzenek, meg az anyaguk is, hogy feltűnő legyen, hogy más a táska teste, és mások a szíjak rajta. De itt, ahogy látom, a varrást azt hanyagoltad. A varrást hanyagoltam, ugye a műbőrhöz vastagabb tűkéne, ha kézzel varjuk, és még varrógépem nincsen, ezért egyszerűen csaltam és ragasztottam. A varrásnál azt kellett volna figyelni, hogy ráadjak 1,5-2 centiket, hogy ugye kifordítva varrnám össze, meg volt tervezve, hogy úgy is, és akkor visszafordítanám a táskát, akkor nézne ki úgy jól konkrétan kívül. Na most, ha valamihez nekiálltok, el lehet gondolkozni otthon vagy bárhol, hogy mi az, ami hasonlít rá
Ezt mutattam a közönség felé. Jaj, meglepetés. Vágikus táska feneketlen van, mert egy csomó minden. Kipakolok. Konkrétan ez egy régi videókamerának a táskája, amit körbevontam az anyaggal, hogy tartás legyen. Eredetileg kartonpapírt gondoltam belülre, hogy effektíve úgy, mint a karakter, én is tárolhassak benne, és ne szakadjon át a műbőr, ha belerakok valamit, hogy ne öblösödjön ki. Levágtam szépen a táskát olyan módszerrel, hogy nem minden oldalát külön-külön ragasztottam, hanem így körbe anyagspórolással, és csak a szélein kellett körbe ragasztanom. Ami egy kritikus pont volt, hogy hogyan ragasztjuk a műbőrt. Ugyanis a műbőrnek a felülete, hát nem nagyon tapad meg rá semmilyen ragasztó. Konkrétan ezt is előcsiszoltam a kézi kis rezgőcsiszolóval, megtéptem az anyagot, és úgy már a ragasztópisztoly ragasztó is szépen összefogja, megtartja. És eléggé hasonló lett az eredmény, amit ebből kaptam. Még nincs teljesen kész. Itt vannak hozzá a kis díszek, ami itt a táska elején lesznek majd. Plusz van rajta egy rejtett rész, ahol az övet és egyéb csatlakozókat be tudok majd rakni a cosplayemhez, hogy föl tudjam venni. Bár tépőzáron is gondolkoztam, bár a súly nem biztos, hogy megtartja, hogy muszáj övbefűzéssel megoldanom a problémát majd. Vannak látszik, hogy itt ragasztottam, tehát a képen még valamennyire látszik, hogy friss a dolog. Tehát valahogy egy tekercset kell föltárolni, egyszerű kéztörlőpapírnak a tekercsét odaraktam, hogy akkor azt tartja azt a mérethatárt, hogy akkor oda fog beférni a papírtekercsem, a pergament. Itt vannak a kis kiegészítők hozzá. Gondolom ez is a kék XP-es. Nem. A kék az balzafa. Ja. Balzafa, levágtam. A másik az hungarocel golyó. És Eva foam, illetve dekorgumi borítással. XP-esből nem vállaltam volna, sokkal jobban morzsolódik. Shiroi karakterénél így tartok jelenleg. Ha valaki szeretné megnézni, akkor kirakom ide előre nyugodtan, majd meg lehet nézni utána. Vagy így kamera mellé így félre. Hoztam még nektek másik fajta tárgyat is. Ez a Mass Effect 2-ből a Talon Heavy Pistol. Az egyszerű oldalfegyvere Shepardnek. Ez alapján, a kép alapján kezdtem el gondolkodni és dolgozni az egészen, hogy én egy ilyet szeretnék megcsinálni. Hát ezt meg kellett akkor szépen rajzolni papíron. Nem kézzel rajzoltam meg géppel, tehát azért néz ki így, ez gépi rajz volt. Nem értek a Photoshophoz, nem értek a rajzoló programokhoz, tehát sokáig tartott meg szenvednem vele, de sikerült végül is. És utána ezt fából, balzafából, réteget balzafából kivágtam, több darabból, mert nincs akkora darab egyben a boltban, tehát ilyen 10 centi szélesek vannak talán, és úgy kellett szétszabdalnom a sablont is, hogy utána jó legyen, hogy kiférjen rá. Három darabból plusz egy negyedik rátétből sikerült ezt megoldani, és erre kezdtem el ráépíteni utána evafoam és dekorgumi rétegeket, hogy vastagsága is legyen, és műanyag hatást érek el majd végén vele. Vannak benne ugye kivágások, mert ott ilyen fém és forgó alkatrészek vannak a játékban. Ezt kicsit később építettem bele. Először a fatestet és a rétegzést kezdtem el rá tenni. Itt már látszik, hogy vannak benne ilyen tekercsek. Ez süthető gyurmából megcsináltam konkrétan. Valamint alumíniumcső, papírcső és alátét gyűrű került bele. Teljesen ghetto cosplay jelleggel működik nálam ez a cosplay készítés dolog. No, itt már egyszer le volt festve a gumiréteg, és mint látjátok világít. Igen, ebben elektronikát is építettem. Kicsit visszábugrok. Itt ezen a részen ugye több réteg van, és oda belefúrtam egy ilyen kis fakkot, amiben el tudtam rejteni az elektronikát. És van egy rejtett kapcsoló, amivel be lehet kapcsolni a fegyvert. Itt már látszik, hogy egész jól állok vele, bár a színezés és a csillogás azért hagy némi kívánni maga után, ez még ugye félkész állapotban leledzik. És a végleges az így néz ki, szépen lefestve még egy réteggel, olvasztva a szélén a dekorgumi borítást. Sajnos már lemerült, mert nagyon sok kisgyereknek odaadom, amikor pózolni szeretnének, mert bármelyik rendezvényen is lemerítették az elemet, és azóta nem cseréltem ki benne. Majd
cosplayezés előtt újat rakok bele, mert ugye elemcserére is gondolni kell mindig. A következő, ezt páromnak készítem, Sword Art Online, Kono Yuki karaktere, második évad végén. Neki a mellkaspáncélt kellett megoldanom valahogy. Gabi, te miből csinálnál páncélt? Tudom, hogy csinálsz hasonlókat, azért kérdezek így. Hát most ebben az esetben az anyagiakat venném figyelembe jobban. Hogy most mennyit akarok rákölteni, mert itt a Wordblattól kezdve bármi szóba jöhet. Én személy szerint Eva vagy habbocsitott PVC-vel még talán rá tudom formázni. Hősugár, ez a, mi a neve, hőpisztoly? Hőlékfúvó. Hőlékfúvó. Mindig elfejtem a nevét. Mindegy, hőlékfúvó az aránylag a testre rá lehetne úgy idomítani. Ott, ami a kényelmetlenség, hogyha véletlen valamit nagyobbra hagysz, akkor az hozzád ér. Az dörzsöl, az fáj. Ezeket figyelembe kell venni, és tesztmenéseket kell csinálni, mert különben a konon fog kijönni, és annak nem örül az ember. Igen, igen. Én is erre a megoldásra gondoltam, hogy hőlékfúvó és ezekkel az anyagokkal. Éppen ezért páromról csináltam egy próbababát, egy ilyen varrós babát. Ez a duct tape nevű szürke ragasztó szallaggal szépen körbe ragaszgattam őt, miután fölvett egy fólia zsákot. És utána ezt a babát kitöntük tollal és ilyen szivas darabokkal, hogy fölvegye a formát. És ezen próbálgattam a páncélt, ezen olvasztottam, ezen melegítettem. Amikor kiült, akkor pedig rápróbálgattam, hogy ő rajta hogy áll. Ezt merem ajánlani mindenkinek, aki páncélt, ilyen ráépítős dolgokat csinál, vagy ruhát készül varni, mert ez a modellnek nem kell állandóan ott állni a melletted. Csak nagyon figyelni kell rá, hogy méretarányosan csináld meg, és annyira tömd ki a babát, amilyen az ő alakja, mert túl tudod tömni, vagy alul tömni, és akkor összerogy az egész. Ugye elkezdtem a páncélt én is megcsinálni. Ez most látszik, ez a fekete elva foam, azt hiszem a 60-as keménységű talán, nem a legkeményebb. Az alatta viszont habosított PVC-t használtam fővásznak, mert ugye az teljesen szilárd, még melegítetlen állapotban is. Azt melegítettem rá, azt hiszem, egy laorra, vagy valami hasonló hengeres dologra, és úgy kezdtem el hajlítgatni, hogy az ívet fölvegye, mert puszta kézzel csúnya lett volna az ív. Figyelj, én ezt egy sima tárra felmelegítettem, meghajtottam. Teljesen joggal lépve az alakot. És utána erre raktam rá az Eva foamot, ugye már tartja majd valami. És így meg tudtam a hajtásokat csinálni a szélén, valamint ugye a mellkas vonalában, mellvonalában van egy női páncélról beszélünk, egy törés fölfele, hogy a nyakához bezárjon. Ez volt a legbonyolultabb része, hogy hogy oldjam meg. Középen el kellett vágnom a nyaki résznél, és ott egy illesztést csinálni hozzá, hogy az ívet szépen fölvegye. Ezen a képen nagyon jól látszik, hogy ilyen fehér trutyi van rajta. A faragasztó. Mindennek az alapja, hogyha nem akarsz plastikdipet, folyékony szilikont, műanyagot használni, a faragasztóval kened. Egyrészt keményíti az anyagot, másrészt védi az anyagot. Innentől kezdve az oldószeres dolgok bármire mehet. Így van, és a festésben is nagyon sokat segít, mert nem fog elszívni annyi festéket az anyag, hanem ezzel szépen el tudod teríteni, és homogén lesz a felület. Még érdemes egyszer azért alapozni. Igen, hogyha olyan festéket használsz, fújós vagy az izélőt alapozni, én ecsetelős akril festékkel dolgozok jelenleg még. Igen, a lakásban nem nagyon jó fújkálni a gázt. Nem tudok hol fújkálni a lakásban, ez a baj, nem tudom kivinni, tehát ez nem megoldható egyelőre nálam. Itt már látszik, hogy le lett kenve szépen, és már a lila festéket rávittem. Még talán egy kicsit látszik, hogy matt, mert ugye a védő akril lakot nem kentem eléggé rá. Meg kellett csinálni ugye a felső részt, ezt a madárformát, ott kicsit csalni kellett, lejjebb venni a úgymond lábát, mert különben nagyon a párom szájába lógott volna. Tehát az animében is nem tartják az emberi arányokat szerintem, mert nagyon-nagyon fölért volna az animében Yukinak, és mégse a szájába volt állandóan a dísz. Igen, az egy rajzolás, az sokat segít. Igen. Itt már látszik egy végleges közeli állapot. Még a repedés benne van, még látszik, még a folyékony szilikonnal még egyszer ezt át fogom fújni és csiszolni. És a szélein látszik már, hogy tépőzáros megoldással gondoltam a hátra fölcsatolást, és nem fog látszani a tépőzár, mert ugye körbe tudja magán hajtani majd. És igyekeztem úgy a szélére tenni, hogy egy maga is be tudja csatolni, és le tudja venni, ne a háta közepén legyen, mert akkor öltöztető, ez van mindig kötve a dolog.
Ez is egy olyan apró praktikusság, hogyha egyedül cosplayezel, akkor te föl tud venni, le tud venni a dolgaidat, és ne kelljen valakit állandóan megkérned hozzá. Annyi, hogy amikor melegíted, akkor ugye valahogy a tépőzárnak kell egy ívet tartani, mert különben el fog egymástól állni. Ezt már a vég, tehát melegítés után a legutolsó fázisban raktam rá a tépőzárt, csak berajzoltam a helyét, hogy körülbelül, és utána négyszer lemértem, hogy úgy jó, nem elég szoros, így jó lesz, megáll és megtartja-e. Igen, sokan elrontják, és akkor utána ugyebár, amikor kijön, akkor csak azt látod, hogy így eláll az Éva, és a tépőzárat próbálja letépni. Így van. No, Gabi, beszéljünk akkor rólad, és a cosplayedről, ami rajtad van. Ez most igazából egy komiszárkalap. Dekorgumiból készült az egész, és egy mozdonyos sapka, egy sima turkálóból lett megvéve. Igazából itt én ezt teljesen egyedül rajzoltam, mert csak egyetlen egy fényképen találtam ilyet, sehol az interneten nem volt más minta. Így nekiálltam, megrajzoltam, és hát lényegében ez sikerült belőle. A koponya az elváfóamból lett kimelegítve, és itt igazából a képen az látszik, hogy aranyszínű akril van az elején, és a tetején meg bemosás. Ott már ilyen arany, rész, fekete, barnának a keverékével beletetszel mosva, és azért kaptuk ezt a kicsit használtasabb kinézetet a kalapnak. A sima akrilnál, meg ugyebár látjuk, ez csak egy sima snassz arany, az meg azért hát nem túl szép. Antikolt lett magyarán. Igen, hát lényegében antikolást csináltunk, igen. Igen, mert körülbelül semmi nem olyan, mint hogy a gyárból jött volna ki a valóságban, vagy... Nem nagyon sok jelmezes szerintem ezzel sokat ront azzal, főleg, hogyha egy harci páncélt csinál, hogy olyan, mintha most jött volna le a futószalagról, zsírúj, kijött. Csillag-villag, hiba nélkül is. Hát akkor még sose harcoltál benne, akkor most igazából, hát igen. Hát ünnepi páncél körülbelül, tehát kicsit visszaugrok a múltra. A legelső olyan kiegészítőm a Falloutos Pip-Boy volt, én is azzal kezdtem, hogy jó, megvan szépen, akkor most egy kicsit tegyük tönkre. Legyen hiba rajta, csiszoljam meg, látszódjon, hogy kopott rozsdás valami. Már hát a Voltba se gyártanak új Pip-Boyokat, csak a régi használtat kapják meg a játékban. Tehát... Baseball ütő, lángszóró, neki mész. Csiszolóvászon egy kis szivacs, festéket lekoptatni, és három színnel festettem a festéket, hogyha megcsiszolom, áttűnjön más szín is. Meg egy kis tapétavágóval karcolgatás, itt ott letörés. Ez most csak egy ilyen tesztpróba volt, hogy körülbelül hogy fog kinézni egy szőrösebb emberen. Hát így. Itt még a dekorgumival most azt próbáltam eldönteni igazából, hogy ragasszam le a szárnyakat, vagy hagyjam így. Most itt figyelembe kell venni azt, hogy a szél fúj, összeborzolja. Így az lehet, hogy az alján leragasztottam, és a felső hármat inkább nem, mert szerintem kicsit jól néz ki, hogyha egy picikét mozog. De lehet, hogy a következőnél leragasztanám azt is, mert elég zavaró, hogy mozog. Ez már egy külső szárny, mert elsőnek dekorgumiból kivágtam az alapot. És utána a díszítésből lekivágtam ugyanazt az alapot, csak felcsíkozva a szárnyának a mintájait lényegében. És akkor így állt össze, hogy hát nem egy réteg legyen. Ezt most átadom neked, akkor a saját képeid néválcsa. Azzal mész tovább, igen. Én majd belekérdezek. Itt volt megint egy teszt, hogy a koponya hogy fog körülbelül kinézni rajta. Itt, ahogy látszik, egybe van a dekorgumi. És a későbbiekben a vágott szárnyak mentek egy rétegbe rá, és alulra ugyanaz a vágási technikával egy kisebb szárnyrész ment, de arról lehet, hogy nem lesz külön képem. Hát ez már a kard, oké. Okay. Na, ez igazából ez a láncfűrész kardnak az alapja. Uh-huh. Habosított PVC itt is, de ez csak azért, hogy meglegyen egy merevítés, hogy a PVC csövet bele tudjam ragasztani, tudjam mihez fogadni. Akkor ez megadott egy vázat. Erre már rá tudtam dolgozni az Évából, mert konkrétan, ami utána került, az már csak díszítés. Az Éva a legjobb rá, elég kemény, lehet formázni, csiszolgatni, marni, fújni, rugni, bármit, strapabíróbb. Mert most egy ilyen kardot, hogyha megcsinálnék, csak és kizárólag habosított PVC-ből, nagy eséllyel eltörne egy nagyobb, egy ridegebb mozdulatnál, hogy kicsikét beütöm valahova. Itt az Éva igazából a pattanásokat, amiből elég nagy részt van szerencséje, mondjuk inkább az alsó résznek, mert megvédi, és akkor csak javítgatnom kell néha ezüsttel, feketével, attól függ, hogy milyen súlyos a kopása. Ragasztásnál én itt használtam kontaktragasztót is, ezt a Bashokit univerzális ragasztót. Ez hát oldószermentes, de XPS-hez akkor se jó, ugyanúgy megeszi. De nála a Vinylfix-et használtam, ez egy PVC ragasztó, aki vízszereléssel foglalkozott vala, az ismeri ezt. A legnagyobb probléma az, hogy égeti a tüdődet.
Szóval amikor ragasztasz vele, nagyon erős szag jön ki, és érzed, hogy kap a réget, de lényegében 2-3 másodperc alatt úgy odafogja az anyagot, és hézagol is, hogy az többet nem jön le róla. Nagyon jó ragasztó ilyen téren. Hát itt már az volt, hogy az Évának, ami visszamaradt a végén, igazából az csak mintára csiszoltam, nem vágdostam semmit. Ez lényegében hulladék lett volna nekünk, és ez szerintem pazarlás, így a fűrészkarthoz tökéletes lett. Hát ugyanúgy, mint amit a Tomi is használt, kék XPS, vagy nagyon kemény, abból faragtam ki a tetejére a díszt, nagyon macerásan. Ugyanúgy lekentem én is faragasztóval. Keménység a védelem miatt, ami nagyon kellett itt a play-iten. Elég sok olyan sérülés szerettem hát volna. Nagyon sok a látogató, tehát egyértelmű. Körülnézünk, rengetegen vannak. És a tömegnyomorban nagyon-nagyon sokat sérült volna, de hála az Istennek ez a kék anyag, ez nagyon erős és nagyon sokat bír. És mindemellett nagyon könnyű is, tehát igen. Egy hatalmas kasza belőle talán egy kilót nyom a feje. Én ezt már csináltam akkor át egy hölgynek. Mondtam, hogy nyugodtan egy kézzel pörgetheted a feje fölött, nem nehéz, könnyű lett így. Itt lényegében az aljára egy Évát dísztettünk, a PVC csőre, és hát most arról nem csináltam fényképet, de ez igazából a nyaka alatt még egy 10 centivel lejjebb van faragva, hogy a ragasztó szépen bele tudja fogni a csőbe. Nehogy az legyen, hogy egyszer csak fogja magát, és így lebillen. Szóval minél hosszabban bele tudott menni. Hát ez ugye bár egy bionikus szem. Ez habosított PVC. Azt nem hoztad el. De csak a road traderünknél van, valahol ott. Ja, az asztalaitoknál. Nem, már használatban van konkrétan, és ez a kollégánál van. Hát itt gégecsőtől kezdve, női hajpánton keresztül minden van, amit csak felfedeztem, de ez is teljesen hulladékokból tudtam összerakni. Néhány dekorgumi dísz, és ez igazából a fejemre kellett tervezni, ez nem tudtam se rajzolni semmit, hanem így méregettem az arcomnak bizonyos formájait, és próbáltam úgy kivágni, hogy ráidomuljon az arcomra. Így nem tudtam tutoriál rajzot csinálni, mert ez igazából egyedi lett ilyen téren. Hát, ami másnak szemét, az cosplayernek alapanyag szokott lenni. Hát igen. Hát ő meg habosított PVC, dekorgumi XPS. Szervusz, mit szeretnél? Nem kell megijedni. Gondoltam, megmutatunk neki valamit, jött érdeklődni. Az első bátor jelentkezünk. Na, ő csak egy sima mezei ékszerű, és teljesen hulladékokból készül. Megijesztettem, azt mondjátok? Jaj. Nem szabad. Ki fogok kapni? Sima ruházati boltba lehetett venni csatot, nyaklánc alapnak. Igazából habosított PVC-ből csak ki kellett vágni, dekorgumit ráragasztani, és már lehet festeni. Egy órán belül készen volt. Igazából csak egy sima mintát le lehetett tölteni az internetről, lerajzoltam, rátettem. Egyszerű kis dísz, de úgy fel tud dobni egy jelmezt, hogy megéri megcsinálni. Itt is a faragás. Na hát itt már ezt a nyaki sújtást csináltuk meg. Ez is habosított PVC, és itt, mint látszik, a födőnek a teteje, arra lett rámelegítve, rányomkodva. És lényegében a díszítése itt is ugyanaz, hogy dekorgumi, habosított PVC darabok. Ilyen kisebb szemetek, amiket térbe lehetett helyezni magát a jelmezt is. Ez bőrből van felragozítva a nyakra, két lyuk van ráfúrva hátul. Aránylag kényelmes. Főleg, hogy a saját mellkasodat tudod idomítani. A mást a kölcsönadod már nem lesz annyira jó. Ez is díszítése a kardnak. Egy inquisitor jel. Ez is habosított PVC és Éva folyamból készült. Ez csak ilyen elrejtett dísz, aki észreveszi, nem. Gondoltam, lefényképezem, hogy hát, ha észreveszik. Megint a sas. Ó. Hát itt látszott a rajzolása. Meg a fedő. Igen, meg a fedő jobban kiemelve. És akkor lényegében innentől kezdve már csak követni kellett a vonalakat, ez már nem kívánt olyan nagy feladatot. A széleivel csináltam annyit, hogy Dremellel kicsikét legömböítettem, hogy a vágások annyira ne látszódjanak. Festésnél figyeltem arra, hogy három fajta ezüst. Fekete alap, és volt egy ezüst, amivel lealapoztam. Egy ezüst, amivel a széleire rámentem, hogy kicsit kopottabb legyen, és egy ezüst, amit sima ez a mosogató szivacsba belenyomogattam, és több helyen rányomtam. Így sokkal használtabb, ilyen barokosabb lett az egész lényegében. Fontos kérdés, a fedő túlélte? Fedő túlélte. Bár úgy sem használjuk, de túlélte. Vagy a párod utána hozzácsapta. Igen. Hát, hogy tönkre vágtad. Itt úgy kezdtük, mert az elején azon gondolkoztunk, hogy térbe tesszük a szárnyakat.
De úgy rájöttem, hogy az már a kicsit igen, ezt én is írtam neked, hogy szerintem is térvetett, de erről beszéltünk, amikor készült. És akkor lényegében azt csináltuk meg, hogy a szárny felső részét dekorgumiból, és a többit simán belekarcoltam egy tollal. Igazából nem volt nagy vasszizdász. Hát itt volt a mintája. Igazából... Igen. Hát igazából én ezt a netről leszettem, körbe rajzoltam a számítógépen, mert nem vagyok jó rajzoló, sőt nagyon rossz rajzoló vagyok, és kivágtam. Ez már a válasznak a dekorgumi sablon tervezete. Na hát ilyen nincs az interneten, ezt igazából én rajzoltam, minden látszik, hogy nagyon szarul rajzolok. Bocsánat. Nagyon rosszul rajzolok. De lényegében ezt ki tudtam szülni. De jó, összeviszem annak a képek. Ahogy kaptam. Igen, én hibám. Lánckard. Hát itt a láncot próbáltuk ezüsttel. Itt is két-három fajta ezüst, minél több fajta ezüstet próbáltunk beletenni, hogy az árnyalatok, a csillogás másképp törjön meg rajta, és minél életűbb, realitikusabb legyen. Tudom, hogy miért vannak össze-vissza a képek. Azért, mert amíg az egyik anyagot szárad, a ragasztó vagy a festék, csinálsz valami mást. Legalábbis én három dolgot csinálok egyszerre, de szerintem te is így vagy vele, hogy nem győzzük kivárni, míg megszárad, megköt valami. Ahogy csináljunk akkor abból valamit, az pont van egy órám rá, akkor a másikhoz megint, ami kiteszed száradni, ezzel dolgozol, és így váltásban van. Azért vannak nálam is össze-vissza a képek, és mindig rendszereznek kell, hogy hűha, most hogy is volt ez a fázis, és melyik képet mikor lőttem róla, mikor tettem fel, hogy volt. Mert nem egy nap lenne akkor, amíg itt mindent vársz, elmész közül ebédelni, sétáltad a kutyát, vagy bármi. Nagyon sok idő van bizonyos anyagoknak a száradására, és ha azt nem várjuk be, akkor a minőségnek a rovására. Hát konkrétan használhatatlanná válhat. Na ők el, mert habasított PVC-ből készült egy Sigmar lovagi kesztyű. Ez teljesen... Automélnek néztem volna elsőnek. Ez teljesen hőformázva van, minden nyomogatva, Milton kapocsal van összerögzítve, alatta a szíjak vannak. Igazából ezer ragasztás annyi van, hogy néhol díszítés a csuklónál. Semmilyen típusú ragasztás nincs rajta. Nem tudom, mit csináltam. Mit nyomtam meg? Szerintem a végére tekerted. Ja. Vagy valami történt a technikával közben. Nem tudom, végigszaladt. Én sem. Kérünk egy kis segítséget a kollégától. Mit itt tartottuk volna körülbelül? Jó, persze jó az itt. Na, itt az ujjaknak a formázása igazából egy kisebb... inkább azt mondom, hogy PVC-s cső volt, mert igazából egy sörös nyakat használtam, csak ez így akkor elég sokat elárulna a hétköznapjaimról. De lényegében a csukló az egy nagyobb boros üveg volt, pont akkora volt, mint a csuklóm, nem tehetek róla. Az alkar az négy cső egymás mellé lett téve, fel lett melegítve, és úgy tudtam, hát most nem tudom a képen mennyire látszik, a bordák, a minták úgy nyomódtak bele, mint amikor nálunk látszódnak ugyebár ezek az idomok. Hát igen, itt már lefestve van ő rajta is a három árnyalati ezüst, meg egy kis bronz, hát a díszítésnek, hogy részszíne legyen. Na, itt látszanak belül a szíjak. Ez igazából sima táskaszíj szétvágva, a Milton kapocs hátul van elfordítva szépen, és mindenhol tökéletes mozgást enged. Igazából bármilyen mozgó alkatrészt ezt simán fel lehet használni, mert nagyon sok mozgást enged. És a kapcsokat levédted valami, hogy ne szedje szét a kezedet? Nem kellett. Nem kész tőle, hogy összekarcol, vagy összenyomja a kezedet? Én mazoista szellemű emberke vagyok, én bírom. De másnál biztos, hogy nagyobb gondokat okozna. Én azért egy dekorgumi réteget én csinálom rá, az ilyenekre. Tehát, hogy véletlenül se sérüljek meg se én, se az, akinek csinálom esetleg a dolgot. Vagy az, vagy ragasztópisztolyra rátenni egy-két csöppet, hogy lenyomja. Nem tudom, ezen a részén még annyira nem gondolkoztam, mert engem nem zavar. Mondjuk, hogyha másnak csináltam volna, biztos, hogy lefedem valamivel, vagy szia, vagy szövettel, vagy valamivel, de lényegében magamnak készül, és amennyiben engem nem zavar, figyelmen kívül hagyom ezt a részét. De jogos volt az észrevétel. Bár lehet, hogy egy napos használat után, mert még annyit nem használtam, megfontolom a dekorgumi réteget. Majd kiderül. Hát ilyen lett őkkel lefestve. Most ezt nem mondom, hogy én erre mit mondtam neked, mert ez nem szalonképes, de egy dicséret megminősült a dolog. Igen, meg is köszöntem. De minden látszik, hogy a habosított PVC igazából bármire fel lehet használni, ez már csak rajtatok áll, hogy konkrétan mire akarjátok felhasználni, mert nekiálltam egy kezet kihajtogatni belőle két óra alatt.
nyugodtan kérdezzetek, ha bármilyen témában szeretnétek nekivágni egy dolognak, és úgy érzitek, hogy mi tudunk ebbe segíteni. Nyugodtan jelentkezzetek, adunk egy mikrofont, lehet közbe kérdezni. Ez nem csak, hogy mit ülünk és pofázunk egymással. Ti is kérdezhettek konkrét tárgyról, elmondjuk, hogy mi a véleményünk, szerintünk, hogy álljatok neki, miből, és hogy milyen költséggel tudjátok megoldani. Szívesen adunk tanácsot most is a műsoridő alatt, vagy később utána itt még megtaláltok minket akkor is. Gondolom, Gabi, te is ugye a Hammer Time asztalán szívesen segítesz bárkinek ilyen témában. Hát egy ilyen 2 méter körüli nagy kék emberke, aki nem avatár és nem vasember, az a mozgunk, szóval ha odajöttök és bármi kérdés van, akkor ott is meg tudjuk válaszolni. Szerintem elfogytak a... Ja, hát igen, a... hát ez az megsemmisült. Hamosított PVC övre nem jó. Mivel hogy mozog a dereked, az oldalad, a combod, ahogy leülsz, összetörik. Na ebből egy darab szárny sem maradt meg, szóval ezt így nem ajánlom. Nem, mert a habosított PVC egy alapból merev anyag, vastagabb a form, még talán túlélte volna ezt így. Igen, mert meg az, nem hogy keményített túl. Rideg, enged egy bizonyos hajlást, de ahol engedi a hajlást, ott megvékonyodik, gyengül, és a következő hajlást, amit megint engedne, töréssel jár. Ezért nem csináltam én is a páncélnak a hátsó szírészét a PVC-ből, hanem ezért a legpuhább EVA formot választottam rá. Igen. Mert az alapból hajlik szépen. A festéssel még lesz egy kis gondom, de remélem, hogy a szilikongumi réteg ezt így megoldja, és lesz olyan rugalmassága, hogy a színnel együtt. Itt kis festés tutoriál. Feketére lefessük, fogunk egy sima mosogató szivacsot, beletesszük az akrilfestékünkbe, és csak így finoman hozzáérintsük, és ezt a hatást érjük el, ami erősen használatos kinézetet ad. Nagyobb felületbe is ugyanúgy lehet használni, és feldobja a festést, mint egy sima réz színű lenne igazából. Tehát döntsétek el. Szerintem már véget. Igen, ezek a képek már voltak. Amiről nem hoztam képet, ez egy Psycho Pass-es Dominator, az első pisztoly cosplay kiegészítő, amit készítettem. Ez is balzafából készült, de több rétegben felépítve, ugyanis lusta lettem volna kifaragni, kicsiszolni egy teljes tömbből, és nem tudom mennyire látszik, ebben is van elektronika, világít. Ez egy ilyen fixa ideál, hogy amiben van elektronika animében, játékban, az nálam is legyen, világítson, esetleg adjon hangot. A hangot most nem kapcsolom be, de egy mondatot elmond az animéből, amikor ráfogják valakire, hogy használható a fegyver, beazonosítja a bűnökövetési együtthatóját. Ha jól emlékszek, ez szét is nyílik, nem? Az animében szétnyílik, a pusztító módban igen. Na most, ha majd befejezem a filmipari iskolát, amit tanulok, akkor megpróbálom megcsinálni úgy, hogy mechanikával, motorokkal is szétnyíljon a dolog. Ez még a jövő zenéje. Ez fából készült, nagyon könnyű fából. Egyszerű tapétavágó késen megmunkálható. Horgászbolt, hobbiboltba lehet kapni, repülőgép modellekhez, hajómodellekhez használják. Nem egy húg, de veszélyes áron vannak, azt hiszem méterében árulják. 3 mm-től 1 cm vastagságig és 10 cm széles, olyan 600 és 800 forint között van méterre. Tehát így ez is arányaiban ugyanakkora, mint az eredeti, vagy nem, emberi? Ez kisebb méretben lett megcsinálva, mint az eredeti, valamennyivel. Erre később jöttem rá, hogy igen, ez még az első ilyen kezdetén volt. Nem méret arányítottam be eléggé. Az eredetinek nagyobb a feje és kicsit hosszabb az eleje. A markolata stimmel. Ja, másra nem is megfogod a csövét? Használható. Szerintem eléggé hű lett az animéhez. Ide kirakom a dolgokat, lehet nézegetni, aki szeretné. Figyelj, nálad is van egy fegyver, az miből készült és hogyan is? Mi hát ez egyébként? Hát ez Lasgun, ez nagy részt nem tudom, hogy a Warhammer témában ki mennyire ismertebb. Az Imperial Guardoknak, meg most a komiszárnak per pillanat a pisztolya. Habosított PVC ő is. Most igazából, hogyha szépen összedolgozzuk. Akkor belül üreges? Belül üreges, mert igazából nem tudom, én úgy vettem észre, hogy elég nagy masszivitást ad neki, szóval nem nagyon kellett kitömnöm, elég erős lett, bírja a strapát. Csiszoltad a szélénél, hogy egy kicsit összeolvadjon a műanyag? Igen, azért is, mert ezek a szögek, amik megmaradnak vágás után, nagyon butává tesznek egy fegyvert, mert nem hajtunk élesre fegyvert. Ezt most gépészeten is tanultam, hogy
éles sarok, biztos törés és baleset veszély, ezt mondják, hogy tetováljuk magunkra, ilyet nem, mindent le kell kerekíteni, és alapból az esztergagép is kerekít, tehát ne rajzoljunk olyat, hogy valami szög egyenes derékszög, mert nincs olyan. Távcső, sima PVC cső, és kis üveg van rajta, ez 2 literes flakonból kivágott kis kör, dekorgumi a hangtompító, és igazából, hát ez nem PVC cső, ez fa, nem fa, papír. Papír ez a kéztörlőnek a papírja, az volt otthon kéznél, 2 olajos kupak, az oldalán mind dísz, és egy ragasztó. Amit találsz, minden hasznos dolog. És hát ugye bár tönkre mennek a ragasztópisztolyok, nálam állandóan, és egy ragasztópisztoly a markolat. Igen. Én múltkor ez a gyerekjátékpisztolyokat használtam föl markolatként és egyéb dologként. Tökéletes, mert olcsó. De hogyha meg tönkre megy a ragasztópisztoly, kár lenne kidobni. Egyértelmű. Én sem minden dobok ki. Pár, hogy néha arra jár és kiaítja a dolgokat, amikor már nagyon megunja. Igen, ismerünk. Így szoktunk járni. Leteszem őt is ide. Lássák. Senki nem tervez mostában jelmezt, amiben tudnánk segíteni véletlenül? Bármi. Bátran kérdés. Anyagról, tárgyról... Szárnyakat? Hú, szárnyakat. Mihez kellenek a szárnyak? Nem kapnál egy mikrofont valakitől? Nem, de gyere, adok egy mikrofont. Sister, Warhammer Sister cosplayhoz a szárnyakat. És az tollas szárnyas vagy fémszárny? Tollas. Tollas szárny. Tollas. Na hát ezt most a legolcsóbbtól a legdrágábbig végig lehetne rágni igazából, mert használhatnánk tollakat is, meg használhatnánk papírt is, dekorgumit is, évát is. Itt igazából végig lehet rágni. Elég úgy rendesen. Gondolom, hogy habosított PVC-ből törne a dolog, tehát azt így nem tartanám jónak. Dekorgumi. Nem tudom konkrétan, hogy milyenek a szárnyai ennek az adott karakternek. Én találtam egy olyan anyagot, úgy néz ki, mint az átlátszó plexi, de igazából hajlékonyabb, ilyen fóliaszerű a dolog, 3 mm. Ha mondjuk 2-t összeragasztunk, olyan ragasztóval, ami áttetszőre szárad, akkor valószínűleg csinál egy olyan tartást neki, ami jó lesz. Ugye átletsző ezt az anyag, és utána azt festeni kéne. A Vinilfixnek van átlátszó ragasztója. Igen, hasonlít az átlátszó vorblához, viszont masszívabb, az átlátszó vorbla jobban elhajlik, jobban lágya, puhább. Ez annál keményebb. Ebből én Mass Effect-es Omnitool-t fogok készíteni, Omniblade-et. Én dekorgumiból láttam nagyon szép tollakat, bár nagyon sok munkával, és itt megint a költségek. Mert azért dekorgumiból most tegyük fel, egy nagyobb tollat akarsz csinálni, hát egy lapból, ha jó, aki jön 2. Szárnyakat még úgy is meg lehet oldani, mint sokan csinálják, hogy ilyen fémvázra szövetet feszítenek ki, és úgy betakarják vele. Ugye a csontozatot tulajdonképpen fémcsövekkel és egyéb dolgokkal vagy botolják. PVC. Vagy PVC. Kinek igen. Mi? Ez a kettőt, amit láttam konkrétan. Hát a sok szárnyal én sem találkoztam még, nem nagyon szokták kérni a mozgás kultúrádat megtörő elég rendesen azért kint egy fesztiválon, ahol nagyobb az embermennyiség, beléd akadnak. Ha nincs egy, nem is egy, két barátod, aki a két oldalán ott áll és próbálja óvni a testével. Kíséret. Igen. Utat kell nyitni nekik. Igen, hát akkor nagy eséllyel össze is fog törni. Hát nem biztos, hogy direkt mennek bele, de nagy esély van rá, hogy bele fog valaki szaladni és nem fogsz neki örülni. Valaki esetleg még kérdés, hogy mihez adjunk tippet, tanácsot? Senki se csinál jelmezt. Úgy látom, most annyira nem. Jó. Gábor, mik a mostani terveid a következő cosplayre? Hát most így a Hammer Time Caféval dolgozunk együtt, és egyre jobban növekszik a klub, egyre több jelmezkészítő. Kezdőnk is van, haladónk is van, és profink is. Most már egyre többen jönnek. Hát ha minden igaz, nyárra már egy nagyobb előadás lesz, egy nagyobb felvonulás lesz. Sokkal több emberrel. Lesz női részlege, lesz férfi részlege, szóval igazából szemszájnak ingere az meg fog jelenni. Marinünk az még mindig Attila marad egyedül, és keményen viszi a vonalat, mint titánunk. Arra nem gondoltatok, hogy ilyen live játékot megcsinálni ugye az élő cosplayesekkel? Mert lesz. Nem tudom, amennyire én emlékszek, ugye nagyon régről a Warhammerre, talán még PC Guru mellékletként kaptam meg a demót, hogy ilyen körökre osztott akciópont jellegű játék volt az, és hogy azt úgy megcsinálni élőben, hogy baromi nagy kockát adni valakinek a kezébe, és akkor léptessen? És igazából eltaláltad a nagy részét, ezek meg lesznek csinálva. Mert ez olyan menő lenne. Szeretnénk szerintem ezt a játékot fesztiválra kivinni,
de kell hozzá az ember. Szóval ameddig az biztos. Nem gyűlik össze az a mennyiségű ember, amivel ezt a játékot el lehet játszani, addig sajnos nem tudjuk. Nekünk is ugyanezek a terveink megvannak, hogy egy ilyen lárpos előadást, úgymond harcot. Már kezdik megtervezni a játékát, hogy fognak menni a folyamatok, miképpen. Csak kellene ember. Hát ember nélkül nem tudjuk ezt csinálni. Most vagyunk benne 4-5-6-an, akik úgy aktívabban tudnak mozogni, az még nagyon kevés. Az nem elég két ellenséges csapatra, és most fog felbővülni. Valami terepre. Igen, most fog felbővülni, most már egyre többen lesznek benne. Hát nem ígérem, hogy nyárra már ez a játék kikerül bárhova is, de próbáljunk legkésőbb őszre összeszedni annyi embert, amivel ez sikerül. De hát ez azon múlik, hogy hányan csatlakoznak hozzánk, és segítik ezt az egész Warhammer kultúrát Magyarországon kiépíteni, mert ugyebár lényegében mi vagyunk még az elsők, akik ezt elkezdték, és szeretnénk ezt összefogni minél több emberrel. Na, ezt kíváncsian várom, hogy sikerül ezt. Hogy sikerül megvalósítani, mert abban nem kételkedek, hogy sikerül, hanem hogy hogy fog ezt kérdezni a hatalmas mérőszallaggal, vagy mérőrúddal a távolságmérés és a dobókockázás. Hát ezek a részletek még legyenek titkosak, de majd megpróbálhatjátok ti is a játékot, akár egy élő nagyság, egy az egyes merinnel, hogy harcol a pályán. Meg lesznek majd rá a játékok, megpróbáljuk nagyon egyszerűre, nagyon érthetővé, nagyon gyorsan tanulhatóvá megtenni, és úgy viszonylag könnyen mindenki élvezhetően tudja játszani ezt a játékot. Jó, még egyszer utoljára megkérdezem, hogy valakinek van-e kérdése valamivel kapcsolatban, esetleg tanács, vagy konkrétan a látható tárgyakkal kapcsolatban bármi. Ha nem, akkor mi megköszönjük, hogy meghallgattatok minket. És hogyha szeretnétek, keressetek meg még itt a Playiten bármelyik tárgyat, szívesen megmutatjuk, és tanácsot is adunk, akár privátban is, nem kell így nyilvánosság előtt. Köszönöm szépen, Gábor, hogy segítettél az előadásba. Hello. Sziasztok.